Láthatóan ez egy újfajta videótípus lesz nálam, amit még nem próbálgattam, most lesz ez az első ilyen, hát listám igazából, tízes lista. Arról fog szólni igazából ez az egész, hogy egy-egy hónapban vannak kedvenc zenéim, amiket én mindig össze szoktam rakni egy-egy listába. Ezeket a listákat én havi bontásban kiválogatom, és abban az egy hónapban meghallgatom az előző hónapban összegyűjtött zenéimet igazából. Úgyhogy mindig úgy van, hogy egy hónap gyűjtögetés, és az új hó első napján pedig besűrítve az összeset rárakom telefonomra, és azzal vágok neki igazából mindennapos dolgaimnak. Itt az a lényeg, hogy néhány szabályt fogok hozni ennél a listázásnál. Olyan zenéket rakok ebbe bele, amiknek nincs akkora, hát hírneve igazából, pontosabban a bandáknak nincs akkora hírneve, viszont megérdemelnék azt a spotlightot, amit ők igazából elérhetnének. Nem lesz benne túl sok ismert szám, igazából nem is terveztem belerakni túl sokat, max 1-2 lesz listánként. Egy ilyen listát az eléggé hosszú idő összerakni, viszont elég jó alapanyagból dolgozok, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, nagyon szabály nincs rá. Ahogy esik, úgy puffon alapon raktam össze, remélem, hogy tetszeni fog. S jöjjön is az első. Mostanában benne vagyok eléggé ebben a rockos történetben, eléggé jó zenéket találok a rockkal kapcsolatban. Nem a régieket keresem, hanem az újakat. Nagyon megfogott ez a mostani mozgalom. És ez is egy ilyen szám, 10. helyen nem más, mint About Only Bonnie and Clyde. Hát tessék, nekem eléggé bejön, remélem, hogy nektek is. Folytatódjon ez a rockos vonal a 9. helyen egy hasonló számmal, kicsit azért mégis jobban össze van rakva szerintem, többet adtak hozzá a saját részükből az előadók, és szerintem kreatívabb is a végkifejlet, hát meglátjuk, ez a 9. helyen nem más, mint az Ignite the Fire Criticize. Következő szám egy metal szám, nagy részt. Vannak benne rockos jelenetek is, inkább azért rock felé tendál, de metalnak mondanám. Sokféle ilyen számot hallgatom mostanában, nagyon megfognak ezek a féle típusok. Két síkon mozog az egész. Remélem, hogy nektek is átjön, inkább ezt mondom tényleg, már nem tudom, hogy hogyan fogtok hozzáállni. Alina, Brass Knuckles. Az év eleje óta követem Ryan Stray munkásságát, és elképesztő ez az ember. 100-150 aláéneklése van, emellett képes volt saját zeneszámokat és albumokat összeállítani. És nem tudom hány bandába volt benne, de két kezemen szerintem nem tudom megszámolni. Itt van még egy új banda, és nem egy túl egyszerű feladatot kapott megint, el kell énekelnie a refrént. Igazából legegyszerűbb feladat, nem? Hát nézzük is, hogy hogyan sikerült neki. Buried Dream, A Payron One, The Legacy, featuring Ryan Stray. Yeah!
következő szám lesz az utolsó metal számunk a listában, tudom már, ki vagytok tőle. Én is igazából, nincs vele amúgy semmi probléma. Nem azért került ide, mert annyira rossz lenne vagy, annyira unalmas, de egyszerűen volt ennél sokkal jobb is, amit hallgattam. Úgyhogy nem tudok másra mondani, talán a következő számuk jobb lesz, és az feljebb kerül majd egy következő listában. Úgyhogy ez lenne The Wise Man's Fear Codex. Nem tudom, hogy mennyire ismerős nektek Rocker Lali neve. Ő régen benne volt egy Rossz PC játékok epizódban, és azóta is folyamatosan videózik kisebb-nagyobb kiadásokkal, de eléggé konstans a munkássága mostanság. Az egyik videójában használta ezt a zenét, és annyira bejött, hogy azóta minden nap hallgatom. Lehet, hogy elvont lesz elsőre, de én azt mondom, hogy adjatok neki egy esélyt, mert eléggé jó. Ez lenne Leningrad Svoboda. Это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе с уму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Na most vagyok nagy gondban, de tényleg, tehát elképesztően nagy gondban vagyok. Amikor elkezdtem ennek a kidolgozását, ennek a listának, alapból az ötlet megfogalmazása abból indult ki, hogy miért ne csináljak e körül a szám köré egy listát. Tehát ez volt az alap elgondolás. És hát mit ad az egész történet később? Az, hogy nem ez lesz az első a sorban, hanem, mint kiderült, csak a negyedik. Hát volt, ami megelőzte. Sajnos volt, ami megelőzte, pedig nagyon drukkoltam ennek, hogy ott maradjon az elején. De hát nem sikerült, úgyhogy nem tudok más mondani erre. Rectifier, Beating as One a negyedik helyen. Nem tudom, hogy hallottatok-e már Rascalról, ő egy, hát USA-ban eléggé tűrhető rapper. Vannak neki nagyon jó munkái, köztük van ez a mai is. Az érdekes, mert ő maga egy producer is egyben, és rengeteg bandát menedzsel. Köztük az én egyik kedvencemet, a Lethal Injection-t is. Sajnos nekik nem jött ki októberben új számuk, úgyhogy most anélkül kellett beérnem, pedig biztos, hogy felkerültek volna a listámra. Úgyhogy most már azért lassan közelítünk a teteje felé. A harmadik helyen itt van a Never Say Never Unstoppable, ami nem a Justin Bieber-es Never Say Never, mielőtt bárki bármit mondana. Köszönöm, hallgassátok! Na ezt a második helyezettet akartam elkerülni nagyon. Nem tudtam, hogy belerakom-e végül, de szerintem jól döntöttem. Valamit én is vissza szeretnék adni. A Linkin Park nekem olyan volt kiskoromban, mint egy ilyen menedék. Arról is énekelnek igazából legtöbbször, de sokszor tényleg egy konkrét menedék volt számomra, ahova elbújhatok, és csak akkor jövök elő, hogyha valami nagyon fontos dologról van szó. És hallgattam őket. Manapság is éjjel-nappal hallgatom. Egyszerűen megunhatom.
elárulhatatlan zenéket állítottak elő, és főleg most, hogy a heggyel kevesebb tag van, és főleg a legfontosabb taggal van kevesebb Chesterrel, így a jövőjük eléggé megkérdőjelezhető, bár én bízok benne, hogy az emlékkoncert után szerintem olyannal látnak elő, ami tényleg még ők maradnak, és az marad, amit ők képviselnek. Úgyhogy elég a rendből, hát nem tudok erre mit mondani, nem maradt más, mint második helyen Linkin Park, One More Light. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's... És hát eljutottunk az utolsó számig, a legutolsóhoz, mely a listán található, mégis ez a legelső. Ez aztán költői volt. Na de vissza a zenéhez. Ők egy olyan csapat, akik meglepnek. Mindig meglepnek. Olyan zenéket raknak elém, ami egyszerűen lehetetlen számomra, hogy ilyeneket kitaláljanak. Az a kreativitás és az az odaadás, amit ők művelnek, az felbecsülhetetlen értékű manapság. Remélem, hogy nagy sikerük lesz. Az a baj, hogy elég kicsi a közönségük, és én is csak egy vagyok a nem tudom hány tízezerből, de ez még mindig nagyon kevés. Hogyha egyszer eljutnának odáig, hogyha meg tudnának szólítani 200-300-400 ezer embert, akkor a határa csillagos ég neki. Olyan számokat raknak, amik élvezhet. Ezt, amit első helyre raktam, akár órákon át tudom hallgatni. Úgyhogy nem szaporítom tovább a szót, köszönöm, hogy idáig megnéztétek a videót, és hát első helyen nem más áll, mint a Legacy at Heart Crossroads. We'll be right back.